és uraim, lezárult a demokratikus koalícióértnek első szakasza. Az alapítás után 2,5 évvel a demokratikus koalíció felnőtt, középpárttá vált, a magyar politikai közélet egyenrangú szereplőjévé. Látva az elmúlt hetek és hónapok mozgásait a demokratikus oldalon, büszkeséggel mondhatom, hogy a demokratikus koalíció ennek az oldalnak a legdinamikusabban fejlődő épülő pártja, legkiszámíthatóbb politikában. Van, ami ugyanakkor biztosan nem változik. Orbán rendszerének legáldásabb ellenfelé fogunk maradni. Olyanok, akik a nemzet nagy ügyeiben ragaszkodnak elő álláspontjukhoz, abban kompromisszumot nem kötnek. Az építkezés folytatódni fog, de nem belső ügyeinkkel fogunk foglalkozni, már csak azért sem, mert a demokratikus koalíciót egy erős belső emberi politikai szervezeti egység jellemzi. A cél világos. A cél az, hogy a következő 4 évben a demokratikus koalíció kormányzó képes erővé váljon, és képes legyen arra, hogy más demokratikus erőkkel 2018-tól, vagy úgy hozza a sors, valamelyik korábbi évtől kezdődően másokkal együtt kormányozza az ország. Ehhez persze 2 dolog kell. Orbán rendszerének, politikájának éles kritikája, és egy demokratikus, érhető, büszke Magyarország programjának megteremtése. A nagyobb támogatás persze több felelősséggel jár. A több felelősséget az országgal szemben is érvényesíteni kell, és a demokratikus oldal átépítésével. Arra hívjuk fel valamennyi honfitársunkat, demokratákat, hogy ne hagyják szó nélkül Orbán Viktor és kormányának álmodfutását. Vegyék birtokba az országot, utasítsák el ezt a rendszert, adjanak hangot ellenvéleményeknek. Ne fogadják el, hogy Magyarországon hónapokat kell várni egy egyszerű kórházi laboratóriumi vizsgálatot. Ne fogadják el, hogy ha már egészen biztosan szeptemberre nem lesznek tankönyvek magyar általános és középiskolák. Ne fogadják el, hogy a települések százain lassan nem lesz személyszáll. A budapestiek ne fogadják el, hogy miközben lassan életveszélyes a 3-as metró, megpróbálják megfojtani a várost, megpróbálják megbüntetni a szabadság egyik utolsó bástyáját. Tiltakozzanak. Hogy ezt a tiltakozást kifejezhessék, a demokratikus koalíció július 12-ére utcára hívja a demokratákat, hogy Orbán Viktor 3. kormányának első hónapjaival forduljanak élesen szembe e kormány filozófiájával, e kormány intézkedéseivel. Utcára Budapest, utcára Magyarország, mondjuk valamennyi demokratának is, hívni fogjuk valamennyi demokratikus partnerünket, hívni fogjuk a megszállási emlékművelet tiltakozókat, hívni fogjuk az emberségükben, tisztességükben meggyalázott nővéreket, orvosokat, pedagógusokat, budapestieket, vidékieket,
hívjuk mindazokat, akiket a bevezetett reklámadó tájékozódási szabadságukban sért, megállt kell parancsolni ennek a rendszernek, és nincs okunk arra, hogy szótlanul tűrjük ezt az álmodást. Ami meg a mi oldalunkat ide. Én a partnerség híve. Olyan viszonyokat alakítsunk ki a demokratikus oldalon, amilyen viszonyokat ajánlunk Magyarországnak is. Fogadjuk el, hogy a sokfajtaságban abban erő van, és nem fenyegetés. Hogy sokféleképpen lehet gondolkodni a demokratikus európai polgár Magyarországról, hogy sokszínű a demokratikus oldal, hogy egymásnak elsősorban nem versenytársai vagyunk, hanem partnerei az Orbán elleni küzdelemben. Én is, mi is továbbra is itt fogunk viselkedni. Azt kívánjuk, hogy erősödjön ezen oldal valamennyi pártja, mozgalma. Azt kívánjuk, hogy a más pártokban folyó átalakulás minél gyorsabban, minél sikeresebben fejeződjön be, és azt kívánjuk, hogy ők maguk is mielőbb az ország, a választók, az emberek gondjaival tudjanak foglalkozni, és együtt legyünk arra képesek, hogy mutassunk Magyarország számára egy újat. Az eddigi hozzászólások úgy látom, hogy ezt a politikát, ezt támogatják. Távol áll a demokratikus koalíció a triumfálás, távol áll bármilyen szándék, hogy mi adjunk tanácsot bárkinek, hogy hogyan kell neki politizálni. Ezzel szemben inkább a megértés, a türelem az, ami jellemző lesz. Remélem, hogy nem csak ezekben a hetekben, hanem a következő években is politizál. Tanácskodás közepén itt tartunk, kérdéseikre, hogy szívesen válaszoljunk. A Mocsi Hála Hírtelevízió, hogy ez a 12-i tüntetés mennyire ellenzéki tüntetés, azt mondja, mennyire a demokratikus koalíció, ha szabad így fogalmazom, magán rendezvényen. Egyeztetek-e már esetleg a szocialistákkal, a többi ellenzéki párttal, tehát mennyire egységesen lépnek fel, vagy önök ezt meg szeretnék tartani saját rendezvényen? Hívni fogunk mindenkit, és aki jön, azt saját szándékának megfelelően társrendezővé, vendégként felszólalóként fogadjuk. Ez nem a mi ügyünk. Azt gondoljuk, hogy ez valamennyi demokratának az ügye. Mi ebben magunknak előjogot nem kívánunk. Ezen az oldalon most mi vagyunk abban a helyzetben, hogy kevesebb tennivalóban önmagunkkal. Mi vagyunk abban a helyzetben, hogy több energiát fordíthatunk az országra. Az a felelősség, amiről beszéltem, és bennünket kötelez, hogy tegyünk javaslatot és menjünk előre. Természetesen azt remélem, hogy a Szocialista Párt is, az Együtt is, a PM is, a Magyar Liberálisok is csatlakoznak, még egyszer mondom, egyen rangú félként, mi ebben előjogot nem kívánunk magunknak, és mindazok, akik úgy érzik, hogy szükség van megmutatni a kormányciklus elején a kormánnyal szembeni erős elutasításunkat, és ezen elutasítás bázisán pedig szükség van, és szükség lesz majd egy alternatívára. Az önkormányzati választási felkészülés szóba került, már ma is, hogy igen, akkor milyen igényeket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban, mennyiben ért egyet azzal, hogy helyi együttműködések legyenek, mennyiben tart szükségesnek valamiféle országos pártvezetői szintű egyeztetés, nyilván itt elsősorban Budapest, Kemmelnek, nagyvárosok. Igen, szóba került.
Anélkül, hogy centíznénk, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a demokratikus oldalnak most nagyjából három azonos támogatottságú szereplője van. Ennek a három szereplőnek az önkormányzati választások jelentős részében érdemes megállapodni egymással. Érdemes megállapodni közös főpolgármester jelöltről. Lesz ilyen jelöltünk, akit nem Horváth Csabának fognak hívni. Érdemes megállapodni a közös kerületi jelöltekről, nagyjából egyharmad arányban, és a kerületi képviselőjelöltekről. Érdemes megállapodni a vidéki polgármesterekről és az egyéni képviselőjelöltekről. De például a megyei önkormányzatok választási rendszerében, ahol pártlistás választás van, ott nyugodtan lehet önálló mindenkinek pártlistát állítani. Mi ebben a dologban nem kívánunk magunknak semmilyen többet jogot. Arányos, tisztességes, a nyilvánosság előtt jól vállalható megállapodásra lehet is kell jutni. Most azt gondolom, hogy fogunk is. Informális konzultációk lényegében folyamatosan vannak. Most azt valószínűsítem, hogy ehhez további pár kéz szükséges, nem több. Ákvási Bence, a Klubrádiótól. Van-e arra valami kimutatás, hogy a DK tagság az mennyivel bővült a EP választások óta, és hogy ezek a tagok esetleg honnan érkeztettek? Kimutatásunk a tagok számáról természetesen van. Mi ezt egészen pontosan meg tudjuk mondani egy naprakészen vezetett információs rendszer segítségével. Ezzel meghaladóan növekedett a demokratikus koalícióban jelentkezetteknek a száma. A felvételi eljárás az folyamatban van, arra általában 30 napja van a választókerületi szervezeteknek. Átlépjük a 10.000-es határt. Azt nem tudjuk megmondani, hogy ki honnan jött ilyet, mi nem kérdezünk emberektől, nem kérdezünk meg a vallásukat, nem kérdezünk a kulturális érdeklődésüket. Nagyjából tapasztalati számunk van, hogy körülbelül vagy egynegyede, egyötöde a mi tagságunknak korábban MSZP tag volt. Ennél lényegesen kisebb létszámú képviselők más pártokból jöttek, és külön azt mondhatjuk, hogy a kétharmada legalább olyan tag, aki a korábbi időszakban nem volt tag egyetlen pártnak sem. Bocsánat, ez az 1000 fős szám, ez az EP választások lehet. Igen. Köszönjük szépen, és további munkát.